Kézzel készített dísztárgyak, festmények és rajzok borítják a Rudas Közgazdasági Szakgimnázium auláját. A Mindannyian Mások Vagyunk Egyesület 19. alkalommal rendezte meg Ez vagyok én című kiállítását. A tárlat anyaga igencsak gazdag, hiszen a 220 alkotás nem csak a Jószolgálati Otthonból, hanem például Veszprémből és a Romániai Testvéregyesülettől is érkezett. Virágot, mert pillangot festettem. Ilyen üvegfestés. Az Ez vagyok én című kiállítás sorozat célja, hogy a fogyatékkal vagy egészségkárosodással élő embertársainkat ösztönözze szabad idejük hasznos eltöltésében. Igen, minden évben próbálunk egy kicsit más dolgokat is megmutatni. Tavaly ugye volt egy divat bemutatónk közösen a Lóránfival, akkor elhoztuk azokat a pólókat, amiket az ellátottak készítettek a divat bemutatóra, idén pedig majd meg fogjátok tudni nézni. Hát mi pödörgetésnek hívjuk, csak kreppapírnak a felhasználásával készülnek ragasztott képek. De ezen kívül van keresztszemesünk is, Gabó rendszeresen fest köveket, és azokat is el szoktuk hozni. És hát a rajzolás meg a festés az mindig részt vesz. Mennyire voltak lelkesek a készítők? Hát, ők mindig nagyon lelkesek, főleg, hogyha van egy ilyen motiváció, hogy meg tudják magukat mutatni, és ahova személyesen is el tudnak jönni, azt nagyon szeretik. És hát évről évre több a pályázunk, tehát majd látjátok, hogy hány kiállított nevünk van, úgyhogy elég sokan vagyunk. A Rudas Közgazdasági Szakgimnázium 2000 óta ad otthont a Mindannyian Mások Vagyunk Egyesület Ez vagyok én című tárlatának. Az igazgató helyettes azt mondta, a tárlat egy remek lehetőség a diákok érzékenyítésére is. A Mindannyian Mások Vagyunk Egyesület keresett meg bennünket jóval 17 évvel ezelőtt, hogy adjunk helyet egy kiállításnak. Miért pont a Rudas? Sok oka van ennek. Az egyik a személyes kapcsolat, Kovács Pálné Ancsával jó barátságot ápolunk, illetve az akkori szakmai igazgató helyettes Bedi Ildikó nyitotta ki a Rudas kapuit ennek a kiállításnak, és nem utolsó sorban napjainkban azért a mássággal élő alkotóknak is meg kell mutatniuk magukat a Rudas falai között. Hogyan fogadják ezeket az alkotásokat az idejáró diákok? Hogyan látja? Hát eleinte, még egy 5-10 évvel ezelőtt furcsán néztek ezekre az alkotásokra. Nem volt megszokott, hogy bizonyos képek, amik egyébként egy középiskolás szemével nem művészi alkotások, hogy kerülnek egy kiállításra. Ma már a kiállítás tárgya is változott, és nem utolsó sorban a diákjaink egy-egy órán kijönnek, rajzolnak ők is ezekről a rajzokról, és néhány gondolatot is fűznek a kiállított tárgyakhoz. Ezt az elmúlt években könyvbe rendeztük, és átadtuk az Egyesület számára. Tavaly kövekre festették érzéseiket a kiállítással kapcsolatban a grafikus tanulóink. Az Egyesület idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Ez alkalomból műsorral és tortával készültek. A kiállítás október 16-a és 20-a között tekinthető meg a Rudas iskola aulájában.